Na üdvözletem mindenkinek, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban szeretnék beszélni a legújabb csapatomról, az Ultimate Teamben, amely nem más, mint egy BPL csapat lett. Hogy mit is kell tudni tulajdonképpen erről a csapatról, azért választottam ezt a BPL együttest és a 4-3-2-1-es felállást, mert mindkettő a kedvencem közé tartozott ebben a játékban, és úgy gondoltam, hogyha már az utolsó csapatomat teszem össze ebben a bizonyos FIFA 15 nevezetű játékban, akkor miért is ne azt tegyem össze, amellyel tényleg élvezem a játékot, szeretek játszani, és véleményem szerint eredményes is vagyok velük. Na már most nem is húznám tovább a szót, bemutatnám nektek, hogy kikből áll a csapat. Ugye kapuban Kurtát választottam, 20 000 zsetonért vásároltam. 28 mérkőzés alatt igazából nem volt olyan dolog, ami miatt szíthatnám ezt a kapust, tehát elképesztő, hogy miket véd. Ugye rengeteg megoldás van egyébként arra, hogy milyen BPL kapust alkalmazzunk. Igazából mindenkinek más tetszik, úgymond. Van, aki Deheát szereti, valaki Kurtát szereti, valaki a Hero Panty, nem tudom kicsodát szereti, valaki a Hero Joe Hartot, valaki ezt, valaki azt. Igazából embere válogatja, de nekem ez a Kurta annyira bevált, hogy nem szeretném lecserélni. Tehát választhattam volna itt ugye a Man of the Match Kurtát, vagy választhattam volna például a Second Inform Deheát, vagy választhattam volna ugye a Hero Joe Hartot, vagy stb. De nekem ez a kapus annyira bevált, hogy igazából nem szeretném lecserélni. Úgyhogy nem igazán tudok róla rosszat mondani, véleményem szerint a legjobb kapus a BPL-ben legalábbis, aki nekem ugye bejött. A következő játékos az nem más, mint a jobb hátvéd, aki ugye nem más, mint Klein, ugye a Team of the Season kártyája. 78 500 zsetonért vásároltam, 91-es futási sebesség, 83-as védekezés, valamint 82-es fizika. Azt gondolom erről a játékosról, hogy nem lehet megfutni, tehát annyira gyors, és fizikálisan is annyira jónak tartom ezt a játékost, hogy nagyon jó. És arról nem is beszélve, hogy csak egy sárga lapot szereztem vele a 28 mérkőzés alatt, ami azt bizonyítja, hogy tényleg nem tudnak egyszerűen úgy elmenni mellette, hogy fel kelljen rúgnom a játékost, vagy bármi ilyesmi. Tehát véleményem szerint egy jó játékosról beszélünk. A következő játékos az nem más, mint Koscielnyi, ugye ide Kompanyt és őt szoktam alkalmazni, ugye most azért van ő betéve, mert ő Kompany piros lapot kapott, ugye őt 3000 zsetonért vásároltam, igazából már szerintem mindenki próbálta a FIFA-ba, kinek ez, kinek azt tetszik, úgyhogy nem nagyon tudok róla mit mondani. A másik közép hátvéd az gyakorlatilag a kedvenc játékosom a FIFA 15-ben, én soha nem tudtam, hogy ez a játékos ennyire jó, viszont Berta Ricsinek köszönhetően megtudtam, hogy tényleg ez a játékos iszonyatosan durva, és ezért gondoltam, kipróbálom. Úgyhogy ezúttal is nagyon szépen köszönöm, hogy ajánlottad nekem ezt a játékost, ugyanis tényleg odáig jutottunk vele, vagy jutottam vele, hogy gyakorlatilag a kedvenc játékosom tényleg ebben a játékban. 79-es futás sebesség, 84-es védekezés, valamint 80-as fizika, de ezzel az emberrel 59 meccs alatt nem tudok olyan szituációt mondani, hogy hibázott volna. Tehát azért vannak sok olyan közép hátvéd, akik azért fellökik az ember 11-es, stb. Amiről azért persze én tehetek, de ennek az embernek annyira jó a védekezése, mindene, hogy egyszerűen nem tudok róla rosszat mondani. Na már most, a következő játékos az nem más, mint a bal hátvéd pozícióban Azpilicueta, ugye a Chelsea játékosa. Ő is ugye Team of the Season lett, és ezért vásároltam meg. Sokat gondolkodtam egyébként, hogy ő vagy inkább ő az Second Inform Klisi legyen, viszont inkább ráesett a választásom, és nem bántam meg, sokkal jobb, mint Klisi véleményem szerint. 86-os futási sebesség, 88-as védekezés, 83-as fizika, és egy asszisztot adtam vele egyébként a 28 meccs alatt, és 112 000 zsetonért vásároltam. Azt gondolom, hogy tényleg sokkal jobban bevált, mint nekem annó Klisi, ugye ő is megvolt egy régebbi BPL csapatomban. Na már most akkor érkezzen a középpálya. Nem mással kezdeném, mint Santi Cazorlával, aki egy iszonyatosan nagy csalódás nekem idáig a játékban. 28 mérkőzés alatt mindösszesen 2 gól és 2 assziszt fűződik a nevéhez. 200 000 zsetonért azt mondom, hogy sokkal jobbat vártam, de sokkal-sokkal jobbat. Ugyanis 5 csillagos gyengébbik lába van, valamint 4 csillagos trükkmozdulat. Azt gondolom, hogy inkább KTK-ban kéne ezt a játékost játszatni, mert itt közép-közép
pozícióban nagyon nem vált be nekem. Tehát azt mondom, hogy ha későbbiekben sem lesz jobb, akkor mindenképpen meg fog válni ettől a játékostól. Azt gondolom, hogy a 96-os labdavezetés, 88-as lövés, valamint 95-ös passzolások közül egyiket sem tapasztaltam meg, hogy ennyire magas lenne, úgyhogy nekem ez a játékos egy csalódás idáig. Na de menjünk is a következő játékosra, aki nem más, mint Nemanja Matić Team of the Season verziója. Ugye a 88-as védekezés és 92-es fizikája miatt számomra a legjobb középpályásnak mondanám ebben a játékban, legalábbis a BPL-ben mindenképpen. 28 meccs alatt 2 gól, valamint 1 assziszt, de ez igazából annak is betudható, hogy csak 83-as passzolása van, valamint 75-ös lövése. Azt gondolom, hogy védekezésben nála jobb talán a second inform vagy inform turé, nem is tudom, hogy abból van-e 2 inform, nem tudom, a 88-as turéra gondolok egyébként, viszont szerintem ez a játékos valami elképesztő, tehát annyira erős és jó, hogy perfekt. Tehát nekem ez a játékos idáig a kedvenceim közé tartozik. A harmadik középpályásom az nem más, mint ugye egy Team of the Year Di Maria. 96-os futászsebesség, 95-ös labdavezetés, 88-as lövés, 91-es passzolás és 78-as fizika, valamint 64-es védekezés. Na már most én azt mondom, hogy a 64-es védekezés óriási kamu statisztika ebben a bizonyos kártyában, mert iszonyatosan sok labdát szerzek Di Mariával. Tehát szerintem az, ahogy kiveszi a védekezésben a részét, az szerintem nem 64-es. Tehát én legalább egy 78-as védekezést adnék ennek a kártyának. A statisztikákról igazából nem tudok sokat mondani már, mint arról, hogy hány gólt rúgtam bele, és hány asszisztot, ugyanis nem én voltam az első tulajdonosa ennek a bizonyos kártyának, tehát fogalmam nincs, hogy mennyi gólt és mennyi asszisztot adtam vele. De azt gondolom, hogy tulajdonképpen meg vagyok elégedve a kártyával, talán annyi a probléma, hogy a támadásokban annyira nem érzem erősnek, viszont labdaszerzésben és védekezésben iszonyatosan erősnek gondolom ezt a kártyát. A következő játékos az nem más, mint Alexis Sanchez Team of the Season verziója. Azt kell mondanom erről a kártyáról, hogy idáig a FIFA 15-ben a legeslegerősebb kártyáról beszélünk. Tényleg véleményem szerint egy Team of the Year Messi-t simán leköröz. Tehát annyira jó ez a kártya, és az, hogy 80-as fizikája van, az megint egy csalóka, ugyanis egyszerűen ettől az embertől nem lehet elvenni a labdát. Majd fogtok látni bizony videót, ugyanis fogok egy kis montást csinálni arról, hogy mi is ez az ember tulajdonképpen, egy kis összegzés, tehát elképesztő, azt kell mondanom. 19 meccs alatt 22 gól és 4 assziszt, 620 ezer zsetonért vásároltam. Tényleg szerintem a legjobb kártya idáig a FIFA 15 története során, úgyhogy nem is tudok igazából majd mit mondani róla. Meglátjátok a videóban, hogy miért is gondolom ezt. A következő játékos az nem más, mint Team of the Season Yannick Bolasie. 126 ezer zsetonért azt gondolom, hogy megéri, viszont a távoli lövése és a közeli lövése is véleményem szerint nem a legjobb. A távoli talán azért rosszabb, mert a befejezéseknél nagyjából azért jó, viszont assziszt az nagyon-nagyon jó, tehát annyira jól passzol, és tényleg ütemben tudja passzolni a labdát, hogy véleményem szerint egy nagyon jó játékosról beszélünk, az pedig, hogy 6-8 védőt simán le tud futni, és fizikálisan simán ott hagyja őket, arról igazából majd a videók árulkodnak, 89-es fizikája az tényleg megmutatkozik, valamint a 93-as futási sebessége is. Azt gondolom egyébként, hogy az 5 csillagos trükkmozdulat pedig annak tökéletes lehet, aki tényleg tud cselezni ezzel a játékossal, azzal szerintem 10/10 kap, legalábbis véleményem szerint, hogyha valaki tényleg tud vele cselezni. És az utolsó játékos az nem más, mint Diego Costa, ugye ő is Team of the Season. 300 ezer zsetonért vásároltam a csoportban lévő taktól, aki nem más, mint ugye Daragó Zsolt. Remélem nem baj, hogy megemlítettem a nevét. Ugye 69 mérkőzés alatt 36 gól, valamint 12 gólpassz, de azért itt hozzáfűznék annyit, hogy nem nagyon vált be Zsoltinak, és nem igazán tudott vele sok gólt rúgni.
úgyhogy véleményem szerint sokkal jobbra számítok, mint ami igazából. A 89-es futás sebessége az egyáltalán nem látszódik meg szerintem Diego Costánál, és azt gondolom, hogy nem sokkal jobb idáig, mint bármelyik másik Diego Costás kártya. Viszont a statisztikái azok elképesztően jók, de nem tudom, tehát nekem annyira nem vágy be, mindenképpen Aguero-t meg fogom vásárolni, amint tudom, és meglátjuk, hogy igazából még mit tud nekem felmutatni, ez majd ugye a későbbi videóban ki fog derülni. Na de ennyi lett volna, amit beszerettem volna mutatni, itt van a kés csapat, aki esetleg használni szeretné ezeket a játékosokat, és természetesen megvan rá a kerete. Azt kell mondanom, hogyha olcsó játékost szeretnétek megvenni, akkor mindenképpen Inform Smallingra tegyétek le a voksot, és igazából őt válasszátok, hogyha esetleg egy jó közép hátvédet szeretnétek venni, hanem a legjobbat, véleményem szerint tényleg az játék egyik legjobb közép hátvédjéről beszélünk. Ha pedig drága játékos szeretnétek vásárolni, akkor egyértelműen Sanchez-t tudom ajánlani ebből a csapatból. Ugye még itt a cserepadot esetleg bemutathatom, ugye itt van Austin, akiről fogalmam nincs, hogy kicsoda, Bertrand, Fabregas, ugye a Team of the Season Neuer, akit ugye nem adtam el, ugye csomagban nyitottam. Itt van még Erkin, Henderson, valamint ugye a Hero Hulk, akit mindenképpen egyébként ki fogok majd próbálni a későbbiekben. Aztán itt van még egy Man of the Match ideje, vagy nem tudom, hogy kell ejteni egyébként a nevét. Van itt még Man of the Match Giroud, Man of the Match Bonnie, Man of the Match Atsu, valamint ugye Kompany. Na már most az egyetlen dolog, amit nem értek ebben a játékban, hogy hogy lehet az, hogy Kompany kicserélem Koscielnyivel, és sokkal kevesebb a ratingje a teamnek, mikor ő alapból Kompany 4-jel több összértékelést kapott, mint Koscielnyi, úgyhogy ezt nem értem, hogyha esetleg valaki tudja, akkor az írja le kommentbe. Na de ennyi lett volna, amit tulajdonképpen el szerettem volna mondani ezzel a csapattal kapcsolatosan, hogy tetszett a videó, akkor dobjatok a videóra egy lájkot, hogyha nem, akkor értelemszerűen dislike-ot, valamilyen észrevételed van, akkor mindenképpen írd le kommentbe, és nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek, aki megnézte ezt a videót is, ha esetleg még nem iratkoztál fel a csatornára, és szeretném minél több videót látni tőlem, akkor azt itt most megteheted, és tényleg nagyon szépen köszönöm még egyszer, további szép napot kívánok mindenkinek, én Krisztián voltam, sziasztok!